Magyarország erősödik, és azt szeretnénk, hogyha ezt az életet, közös életüket kezdő fiatalok is éreznék. A közös életüket kezdő fiatalokat igyekszünk minél több eszközzel segíteni. Azt szeretnénk, hogy a közös életkezdethez ők állami segítséget is kapnának, erről szól a fiatal házasoknak az adókedvezménye, de erről szól az is, hogy a fiatal házasok, hogyha úgy döntenek, hogy összekötik az életüket, és családot alapítanak, gyermeket vállalnak, akkor még a gyermekek megszületése előtt igénybe vehetik az otthonteremtési támogatást, a csókot. Ezek azok a fontos eszközök, amelyekkel segítjük azt, hogy az ő életkezdetük anyagi értelemben is könnyebb legyen. A fiatal házasok adókedvezménye vonatkozásában volt egy fontos változás idén január 1-től. Ennek köszönhetően már a fiatal házasok a házassági adókedvezményt 2 évig igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy mikor fogam meg az első gyermekük. Ez azt jelenti, hogy minden fiatal házasnak a közös életét egy összesen 120 000 forint értékű adókedvezménnyel tudjuk támogatni. Tehát 2 éven keresztül minden hónapban nettó 5000 forintos házassági adókedvezményt tudnak érvényesíteni a fizetésükből. Ennyivel kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük a fiatal házasoknak. Ez tehát összesen 120 000 forintot jelent számukra. Hogyha pedig megfogan az első gyermek, akkor a fogantatás után a 91. naptól érvényesíteni tudják az első gyermek után járó családi adókedvezményt is. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a házassági adókedvezmény és a családi adókedvezmény együttesen jár az első 2 évben, tehát ez összesen 15 000 forintos havi megtakarítást jelent a házas pár számára.